Igencsak meglepődött Enyedi János, aki épp csak beugrott aznap munkahelyére, a dunakömlődi halászcsárdába, ahol most nem ő várta a vendégeket, hanem őt várták kollégái egy meglepetés köszöntéssel. Kerek 50 esztendeje, 1966. augusztus 1-én tanulóként kezdte a pályát, majd 68-ban került az akkor újonnan nyíló paksi halászcsárdába. Érdekes volt az a világ, mert azt szoktam mondani, amikor vendégekkel beszélgetünk a régi időkről, ugye szocialista világban lévő. Hát ott akkor úgy szoktam mondani, hogy abban az időben szinte mindent ingyen adtunk. Ugye állami támogatott volt minden ilyen tevékenység, ugye. De mesterségesen lent tartott árak voltak, a vendég jött, ugye a vállalatok, a TSZ-ek mindent szervezték, a csoportokat, rengeteg csoport volt, rengeteg, az utazási irodák szinte alig győzték. Na, ennek mi partnerek voltunk, hát annak idején, ugye, amikor még a Paksiba voltam, de itt a Kömlődibe is, 10 szakács, 10 pincér volt állomány szerint. És annak még bőven volt dolga, még nem is nagyon győztük. A mai világ már inkább a minőségről, mint a mennyiségről szól. Meséli az ételkínálat átalakulása, bővítése kapcsán hozzátéve, a magyar vendéglátás mindig virulni fog. A paksi halászcsárdában eltöltött évek után az Anna Presszó következett, több mint 2 évtizede pedig a dunakömlődi halászcsárda pincére. Sok olyan vendégem volt, amire büszke vagyok, hálás vagyok a sorsnak, hogy összehozott velük rengeteg ugye magasrangú politikustól kezdve színészek, élsportolók, híres emberekkel volt szerencsém találkozni, megismerni. Még azt is mondhatom, hogy tanultam is sokszor a vendégektől, ugye beszélgetések során. Puskás öcsinek is felszolgált pályafutása alatt, ahol, mint mondja, az ételek ismerete mellett legalább olyan fontos az emberekkel való bánásmód. Végtelen humánusnak kell lenni, tehát az, hogy megérezni, meg látni, meg értékelni azt, amit kér. Tehát arra figyelni, hogy mit kér, vagy mit kíván, vagy, és és a lehető legjobbat vinni ki neki. Tehát nem, hogy átesünk csak rajta, hogy jobban, de kapjon valamit, aztán jó napot, hanem azt szoktam mondani, hogyha minden vendég csak egyszer jön be egy egységbe, akkor előbb-utóbb mindenki megfordul, de elfogy a vendég. Tehát az, amikor visszatér a vendég, az az igazi. Sokan köszöntik régi ismerősként a betérők közül Enyedi Jánost, aki 68 évesen is szívesen ölti magára a pincérruhát. Ebben a korban már szokták mondani, itt fáj, ott fáj néha, de nagyon szeretem csinálni. Úgy érzem, hogy a kollégák is szeretnek, a vendégekkel is jól vagyok. Ha az egészségem engedi, és ameddig szükség lesz rám, addig szeretném csinálni.